Jó napot kívánok, gyerekek, üdv a csatornán! Indulhatunk tovább ezen a csodálatos téli éjszakán, mert a Keeper ide került most már. Na, úgy gondoltam, hogy akkor folytassuk ezt a csodálatos játékot, a The Long Darkot. Egyébként annyira tetszik ez a játék, baszod. Nem akarok csúnyán beszélni, de az nem azt jelenti, az valami más szó, hogy oda rész, hogy lehet löködni, még ez is kölcsönhatásban van, hallod? Egy csomó játékban, még a GTA-ban sincs az, hogy neki mész azt a néblököd, de tudom, egy picit csúszik az utat, de annyi. Na, veressük, mint a veres egyházú asszony kórus, folytassuk a The Long Darkot, remélem elérek az első kis ketszóig, ahol majd nekem jó lesz. Na, induljuk meg! Ára kell menni, ugye? Várjál, hallod? Kicsi hangerőt adok rá, mert nagyon halk nekem az a játék. Ja, kézifék. Hát megszoktam, hogy nincs, nem kell kéziféket nyomni a játékokban most meg ilyen dolgok vannak. Na! Ja, hát mondom, miért homályos? Azért, mert a fókusz is működik. Hát ebben a gyerekek, ebben a játékban minden jó. Jó van, megvan mindenem. Jó. És nem bugoltak ki a cuccok? Nem bugolnak ki azért? Várjatok, zenét lehet kapcsolni? Álljál meg! Itt nincs olyan semmi adó. Egyébként azt írtátok, hogy vigyázzak, mert támadnak a Mikulás, vagy ezek a hóemberek. Van olyan kék kalapos hóember, aztán akkor támad. Figyelj, le lehet csapni, hogyha nincs ott a kulcs. Hogy oldalra is ki tudod fordítani, barátom, úgy, mint a valóságban. Ugye? Várjál, nem kéne itt közben izélnem, adjusztálnom a dolgokat, mert csak neki megyek a fálnak. Azt már nagyon sokáig eljutottam, nem is tudom, 10-valahány kilométeren vagyunk. Mert ugye kiírja a menübe. Mint a Long Dark. Remélem nem azt mondtam, hogy Long Dark nevű játékkal. Mert egyébként belekeveredek. Te az a izé, az a hú ember nagyon nézett engem, nem? Stírölt. A szemeivel próbált megölni. Nincs itt az ajtó, mint a cugos lenne az verda. A fűtés kapcsoló hol van a ladán? Én nem tudom, de milyen huszkodós? Jobbra-balra, ott te, ugye? Ugye? Ott van a kék, meg a izé. Peros. Fák is vannak, te. Mikor érek már oda valahova? Ez egyébként már hárra találó ezer éverben játékban. Hát dinnyéd, vagy gyerek! Egyébként a ladák azok, jó gyerekek, régen ti egyébként emlékeztek a digyésekre? Az mi? Az volt egy szellem. Egy digyésekre, ugye jött a ladával mindig, aztán az ő szépen kalibrált mérlegét belakasztotta, meg mindig lehetett, ugye meg lehetett légeltetni a digyét, és akkor vágott egy, volt neki nagyon... Félek ezektől, most mondtátok, hogy támad valamelyik ilyen, az volt a parázat. Meg lehetett lékeltetni, volt egy ilyen légvágó kis kör alakú valamilyen, hát azt nagyon belőleg tartottuk. Júj, kivágta a digyéből, és akkor általában vagy az asszony, ugye úgy zajlott ez a digye vásárlás, hogy digyéd vegyenek, egy ordítottak kifelé, általában hangos bemondójuk nem volt, hát régi világban, viccei. És kiment a család. Az apa az volt, majd én alkudok. Átbasznak benneteket, majd én alkudok. Jajá, átvernek benneteket, ha hülyék vagytok, ti átvernek benneteket. Mi az? Azt kiment a család. Gyerekek, lejtő van, nem? Kapcsoljuk ki a motort. Kiment a család. Apa az mustrálgatta, csinálta, úgy csinált, mintha olyan nagyon értene hozzá. Kopogtatta. Meglékeltette. Az asszony megkóstolta, vagy a gyerek jó lesz? Jó lesz. Bementek? Hát, ha én nem vagyok ott, akkor titeket átvertek. Egyébként mindig így volt. Emlékszem rá. Hát volt olyan, hogy kimentünk anyámmal. Apámnak nem volt kedve.
Ár, milyen ígyét vettetek át, nem vettek benneteket. Egyébként, de tényleg ez volt, ez... Nem tudom, emlékszik erre valaki még. Jött az a tipikus, jó, nem akarok itt... sztereotípiákat... felhozni, meg... egyáltalán nem a rasszizmus vezérel, hogy ezt mondjam, de... az a tipikus presszós cigány stílusú... fickó volt a ladába, tudod, az a... az ing... a hasán begombolva kettő gombbal, akkor mit tudom én ilyen, az ing is az ilyen chili chali színű, akkor rövid gatya papucs, szandál, van aranylánc a nyakába, gyűrű a kezén, dinnyések voltak, úgy meg volt ragva dinnyét, az 1002-es dinnyével gyerekek, üt a hátulja, hallod? A hátul nem láttál mást az ablakoknál, csak izé volt. Jaj, mi volt ez, baze? Mindenkivel helyet cserít most meg, mi akkor át zutyant ez valami. De mi van ott? Víz van? Vagy mi volt az? Ja, nem az árnyék. De egyszer odaérek még valamilyen, izé ez, épülethez gyerekek. Már nem tudok kitalálni, milyen sztorit mondjak a ninjésekről. De tényleg eddig... most ezek természetes, hogy ilyen rohadt hosszú ez az út? Én mondtam én, hogy long drive. De ennyire? Ó, te fiú. Most legyen, mert egyébként megmondom, most... most várjatok, most elmondom, most... majdnem hazudtam, mert azt mondtam, hogy rákerestem a játékra és videókat néztem róla. Nem! Mert feltöltök róla egy, ugye, videót, feltöltöttem az előző részt, megnézem, működik, jó, lejátsza. Utána ő úgy veszi a YouTube, hogy én annyira úgy érdeklődök egy játék iránt, most nem a long drive-ra gondolok, hanem... akármelyikre, akkor ő úgy érzi, hogy igen, az én képembe kell tolni arról a játékról az összes videót, ami létezik YouTube-on. És egyébként emiatt néha bedobott egy-kettőt, és van egy csomó fajta autó, viszonylag azt hiszem van Skoda. Én láttam buszt, 260-as vagy 280-as Ikarus, nem tudom, a csuklós volt-e. Láttam Trabant, ugye van. Úgyhogy vannak több autó, meg van utánfutó, tudsz abba is pakolni, úgyis tudsz menni, hogy két utánfutóval, meg egy csomó fajta épület típusban, és nem fogunk elérni sehova, mert ki fog fogyni az üzemanyagunk. Pedig tényleg úgy csinálom ám, hogy nyomok egy kövérgázt, aztán engedem egy picit siklani. Ne kell volna hozni a szánkot, azon elcsúsztunk volna egy darabig. Nem kell szarnunk? Mindjárt jön az éjszaka, éjszaka alszok gyerekek, én nem fogok éjjel veletni, hallod? Igen, a dinnyések, jaj, ezt újlakon elmesélem majd. Újlak részben, hogy voltak a dinnyések. Ó, jaj. Annyi szép emlék, hihetetlen. Nekünk sose volt ladánk. Mindig szerettem volna a ladát, az menő volt. Nekünk Trabantunk volt. Végre épület! Végre épület! Várjál, álljál meg! Jajaj. Láttátok azt, amit én? Hé! Hey. Ne szívassál, hallod? Jön utánam! Basszus! Kratt életbe! Most egy izé volt, hallod? Várj, a benzinkút, állj! Jaj, ne! És merjek aludni, hallod? Ne viccelj, várj, állj! Stoj! Stop! Hallod, én most félek. Hülyének nézve, bazza, de én félek. Ja jó, én most porázok komolyan ebben a játékban, hát ne idegesíts. Fúj a szél, te!
Jaj, nem mondjátok, hogy hazaértem. Hát ilyen hülyét vidő még nem látott a föld. Hallod, ilyen hülyét nem látott senki még, mint én. Mi volt ez, bazze? Valami rohadt macska itt. Mi ez? Azok olyan, mint a közelednének. Az ott volt az a három? Basszátok meg! Ne szívassatok, more! Azt a betyár úristeneteket! Ilyen hülyet nem láttatok, mint én. Hazajöttem vissza, állj! Hozza... Indulj el, more! Ezek kurjongatnak! Áj, áj! Ne! Nyisd ki! Nyisd ki! Ah! Ne! Ne, 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 ne! Ne, 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 ne! Bazze, fejbe vágott, tesó! Mi volt ez? Hallod, meghaltam! Jézus Mária! Jézus Mária! De van olyan hülye, aki... Persze, mert az előző részben megpördültünk. De most ne azért, ez annyira nyomasztó volt, hogy rendesen féltem. Ez komolyan. Hallod, láttam, ahogy tettem be az ajtónál ott a kezét ennek a szarnak. Hát nem, újra kezdem, bele, ezt egy kicsit összeszedett ebben, gyerekek. Az annyira bejön ez a játék, hogy ez beőrület, várjál, gyorsan. Nem kell gyorsan, mert... Hát mi a fasz ez? Nem már itt egy engine. Itt van egy motor, gyerekek, hát nem hiszed el. Kaptam egy egész motor, de lehet, hogy jobb, nem? Drink, meg lehet inni a motort. Tedd le ezt a motort. Bazze, volt egy motor ebben valamiben. Várja, állj meg. Ebben mi van? Várja, most dízel van benne, az nem jó nekem. Állj, milyen autóunk van? Zsiguli. Zsigumigule. Hát nem jobb, mint az előző. Várjál, oké. Figyeljetek, az a szituáció. Összetörettebbek leszünk. Elvisszük a légpuskát, nagyon lőjük az összes ilyen tetőt. Várjál, ezt... Bele vagyok keveredve, most meg ideges vagyok. Ezt is fölveszem. Oké. Be is tárazom, hallod? Jön egy ilyen valami csoda. Szétlövöm. Jaj, most elsütöttem. Ó. Jó, ez mindenképp legyen nálam. Hallod, ez kemény helyzet volt. Hát ez kemény helyzet volt, na. Na, várjátok, azt mondtátok, itt van a Doggy Andy. Azt mondtátok, valahol itt a Doggy... Á, itt a Doggy Andy! Nem hiszed el? Ezt magammal viszem a Kabalának, te. A Doggy Andy, gyere vele, vagy gyorsan. Hát micsoda ízei van, fürgelábú. Gyere, gyere, beteszlek a hátsó ülésre. Várjál. Hol rakjuk a Doggy Andit? Ére teszem. Gyere velem, more, gyere velem. Na várjál, F. Hát ezt nem ide akartalak, de ide akarlak föl. Úgy négy, jössz velem, tesó. Hát ez... A Doggy Andi benn van? Miért van benne a Doggy Andi? Miért pont az van benne? Várjál. És most nincs itt benzinkút, testvérem. Ugye? És máshogy van az elrendezés a dolognak. Na, figyeljetek, ami kell. Csili-bili, belekunk mindent. Távcső. Mi ez az örgés?
Mindent elviszünk. Ez miért megy? Levágja az ujjamat a izé. Meg pazarlom az üzemanyagot, ne viccelj. Na. Vigyünk mindent. Ó, oh, olaj. Mennyi az olajszintünk? Oké, okay, rakok bele olajat, jó? Oké. Okay. Egy. Gyorsan menjünk, hát basszus, hát ezt nem hiszem, hogy kinyitfantottam magam. Na várja, hol van a beöntőgyillás? Itt valahol volt. Na. Na bazza. Valahogy nagyon, nagyon távol vagyok tőle, hogy én sikerüljön beöntönöm. Hogy... Jó, mindjárt. Húú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 ú
beleszarta magát a Keeper ebbe a játékba. Na várj, ebben még van, ugye? Ezt be kéne close. És visszük magunkkal a gyerekek. Az irányítás jó, meg kell tanulni. Várj, a víz? Vízünk hogy van? Vízünk hogy van? A francba hát. Vízünk hogy van? Rakok bele, jó? Most is víz van benne, van megszivat. Van megszivat. Nem close. Jó, öntük bele a vizet. Ja, be kéne... Az olajnak fel kéne a... Várjatok, ezt szerintem... Ezt nem viszem. Egy üres kanár viszem viszák. Mert azért, mert... Meg elvileg le tudom szívni az üzemanyagot, ugye. Viszem a kannámat. Ezt megpróbálkozunk vele még egyszer. Érdekel. Nagyon. De különben ekkor hülyét szerintem pedig a szétrögte fejét rajtam. Minek a légycsapó? Na hol... Hol az üres kanna? Ja, az vittem. Jó. Más nem kell. Igazából szerintem elindulok. Aztán csapassuk neki. Elvileg random generált ugye a map. Úgyhogy tök máshogy lesz. Hát azért mondom, még mindig... Jaj, ne megjesztettél Doggy Andy, de viccelj velem. Lehet... Nem lehet. Jó. Na. És akkor ennyi üzemanyagom van, testvérem. Hallod? Fél liter üzemanyaggal kell elindulnom. Pedig nem volt több. Az meg büsz megálló, hallod? Itt nagyon rá fogunk cseszni, érzem. Mert nincs itt semmi olyan, amiben tudnék üzemanyagot szervírozni. Hangerőt megint kell ráadnom, mert lehalkítottalak. Meneteket az előbb, amikor meghaltunk. Ó, oh, ott a benzinkút. Akkor ez megvan tervezve, hogy azért nagyjából ide spawnoljon egy benzinkút, ugye? De azt az engine... Ja, hát gondolom mondhatod, vagy gondoltátok, hogy próbáljon bele a gépbe, de szerintem semmi értelme nem lenne volna. Várjátok, ide, inkább ide állok. Te hallod? Ez vigyázni kell vele, mert köcsögök megtámadnak. Na. Ja, nem hoztam el a ízét, slagot, mi? Jaj, te fiú, mi ez? Oké, állj meg. Kézifék. I. Ki akartam szárni, azt fölvettem egy ilyen hó. Hófalat, ugye? Gyerekek, tök para hangok vannak ebben a hülye játékban. És fúj a szél, mi? Nagyon para hangok vannak benne. Mennyi van benne? Mennyi van benne? Izé van benne, egy liter. Igazából elhozott... Ja, hiszen elhoztam. Mindent lopjunk. Egyenlőre. Ebben mennyi van? Víz van be. Az is jó. Csak nehogy összekeverje a Keeper, mert nem nagyon megy a verda sehova akkor. Ugye Ferike? Ó, jaj, figyelj! Gasz. 1,4 liter, nem sok. Betöltjük azért, jó? Betöltjük. Mennyit teszik a lada? Körülbelül. Hát ezt is vigyem. Jó az. Jó lesz az valamire, várja. Ez mi?
Vagy valami leesett róla, hely. Ez mi? Ez valami rovasztó szalag, baza. Nem tudom mire jó, de... Jaj, de nem akartam hógolyót gyúrni. Visszük magunkkal mindent, amit érünk. Karácsony, egy darab szar. Ez mi? Egy motorháztető. Lökös. Ajándék. Ez megint micsoda? Ez valami hűtő. De azt hiszem, hogy van is benne. Hűtőfolyadék van benne. De mi az, hogy izé, hogy hűtőfolyadékban van 2,8 liter benzin? Ezt adjátok össze, gyerekek, most ne odér. De ez hűtő. Jó, hát beleöntöm én. De figyeljetek, megint valami hülyeséget csinál az ember. Üzze, benzin volt a hűtő, a hűtőbe. Viszont így marha sok benyánk lett. Lökösök vannak, ez nem tudom minek a lökös, ez trabi lökös? Milyen izé van rendszámban rajt? Várjá, az trabi lökös lehet, nem? Viszont a másik, az meg egy rozsdás loda lökös. Az trabi lesz, az trabi. Hát ezt nem viszem magabbal, meg... A lökhári, vagy a motorháztető az mié? Várjá, az szerintem az is trabié. Ugye, hogy elsőn a ránézésre. Nem, hát ez nem ugyanaz. Nem lesz jó rá, jó? Gyerekek, vegyük le a motorháztetőt, úgy menőben vagyunk, nem? Na, van csak hülyeskedtem. Így rádobom, hallod. Ezt nézem, hogy hol. És komolyan azt csinálom, mindjárt... Ja, zsanérhoz kell, igen. Komolyan azt csinálom, mindjárt nem lesz rajta lökös. Nincsen... Jaj, te fiú. Ebben a ládában még semmi nincs szerintem. Nem lehet ezt kinyitni. Mondom összetörik, de nem. Jó, menjünk tovább. Hogy lecsukódott az gyerekek, ne viccelj. Oké. Ettől a izé dogi antifigurától meg mindig összeszarom magam. Na, gyerünk. Szerintem van most egy csomó üzemanyaguk. Ja, tök jól állunk. Na. Jó van, oké. Talán most lesz annyi eszünk, hogy nem az ellentétes irányba megyünk. Ó, de nem tudom miért akad be. Még egy kicsit optimalizálatlan a gyerek. Jó van, van lőfegyverünk. Várjátok, elő tudom menni itt a puskát. Oda néz, fiú. Várjál. Au! Szétkenődött a lőszer! Szétkenődött a lőszer a izé, gyerekek! Nem, most az ablakon meg lyukas lett, vagy nem tudom, oda kenődött az aulom. Franco, király voltál képer. Azért komolyan mondom, Ferikével szoktam beszélgetni, ugye, hát... Mivel sokat. Mondta, hogy így nem játszik senki vinte. Hogy te állandóan valami hülyeséget csinálsz. És én nem szándékosan csinálom, de most is... Annak örültem, hogy hazaérek, az közben meg tényleg csak hazaértem. Megöltek a izék. Megöltek a... Télapók, vagy bizony. Jaj, de rendesen félek tőlük. Örülnék neki valami épület. Hogy örültem neki, hogy végre épület? Hát... Ez sírás, besírás. Na jó, figyeljetek, addig nem nyugszok, ebben a részben egy épületig el nem jutunk. És mondtátok egyébként, írtátok előző részben, vigyázzál, mert szét kell lőni ezeket a taknyokat.
Kilincsel előre megyünk. Előle. Kilincsel előle. Százzal megyünk, gyerekek. Csodálatos. De valahogy még fel lehet ismerni ezeket a... rossz indulatú hóembereket, vagy csak a kék kalapgyukrú. Csúnya fejük volt, azt láttam, ilyen gonosz. De egyébként nagyon izé, komolyan rémálmaim lesznek. Hát gyerekek, ezzel lejátszanak, mert rendesen izé, rendesen parázni fognak. Ott mi van ott? Állj! Stoj! Az szerintem semmi, ugye? Hát ott van valami. Ott van egy izé. Van egy magas les. Le tudok itt menni? Fel tudok jönni? Inkább arról beszéljünk, de nem autóval. Barántottam a kéziféket. Na. Fogadni mernék, nincs benne semmi. Ott egy nagy darab szar. Jaj, csúszunk lefele. Szerintem föl tudok jönni. Gyerekek, egy légpuskával próbálom megvédeni magam a izébe. Hó emberektől. Rohadj meg, bazze! Gyerekek, kóly, hallod? Azért cigány dolgok vannak itt, érzem. Nem, megint hót para vagyok egyébként, nem tetszik ez nekem így. Azok nem mosolyognak, azok a köcsögök. Nincs itt semmi. Kösz. Menjünk, gyerekek. Jó volt elhozni ezt a szart. Basszus, kurvára félek. Ott egy hülye. Oj, te fiú! Nem olyan marha gyorsak. Jaj, gurul a feje, azt hittem támad. Hallom a morgást. Ah! Hallom a morgásukat! Ne, mi az ott megvilágít? Menj a picsába! Ne! Ah! Szaros ku... Ki lehet kapcsolni meg be? Egyszer érjek vissza Adámhoz, sose többet kizem szállok. Édes Isten. Hol a Lada? Istenem. Aztán húz... Jaj, belelőttem az ajtóba. Jaj. Még dudáltam is egyet kiromba. Jó, menjünk a francba, gyerekek. A rohadt élet nem várta meg. Isten. Jó, megyek éjjel is, engem nem érdek. Hogy mi csináljuk? Aludjunk? Nem tudnak nézni, meglepni éjjel? Látnánk, hogy így jön mi.
És ezek csak este meg éjjel jönnek, vagy nappal is? Lehet, hogy egyébként csak éjszaka. Jóó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 
fel ilyen kis lagymateg autózás végig, te Mária. Egyébként nem tudom, valahogy nem tudom miért lagol nálam, hogy mi van bele. Azért, jó, hát persze gondolom nincs, nem az optimalizáció a fő szempont még egy korai fejlesztésű játékba. A Doggy Andy velünk van, az a lényeg. Ilyen lagol, mint az Isten nyila. 4 kilométert mentünk, gyerekek. Hát ezelőtt még nem támadtak meg ennyire minket. Lehet, hogy éjszaka? Nem kéne kavarogni? Ez milyen bot? Piros sapkás. Kilőttem a izémet. Szélvédőmet is. Azt hittétek, meghalok. Mi volt az a izé? Mi volt az a világító sapkás? Az rendes para volt, hallod? Tök feje volt. És nappal nem látok, úgyhogy ez szerintem ez egy ilyen éjszakai butadvágy. De jó lenne, valami épület lenne. A nagy francokat, ott jön egy. Ott van egy, ja. Hallod? Sok hallom. Hát mi ez a sok izé Mikulás? Várjál, van a kesztyűtartóban még egy adag lőszer, azt tudom. Ott van a... jó. Hát csak 200-at nem kell megölnem, azt hiszem 200 darab lőszerünk volt. Egyébként lehet, hogy ti nem élitek meg parának, de annyira általában mindig a groteszk, és az olyan dolgok a parásak, ami nem, engem nem az, nem attól félek például, ami, mit tudom, szörnyek, meg ilyesmi, hanem amikor például horrorfilmekben is vannak ilyen babák, vagy bohócok, tudom, azok tudnak szerintem tök parások lenni. De hát akkor most megállok egy épületnél, akkor is ott jönnek ezek a kis zombekok. Ott meg azt hiszem épület van. Végre. Viszont az út közben figyelni kell, hogy nincs a kék ruhás, mert akkor ugye kék kalapos, mert akkor be tud távolni. De végre valami épület. Szépen finoman megközelítjük. Nem látok a közelben Mikit. Vagy télapót. Leállunk. De most megy a lámpám? Ne menj el a lámpám. Ott egy hajó egyébként. Magnó. Jó, be lehet így is kapcsolni, tesó. Húzható az ajtó, tök jó. Tiszta half... Jaj. Én már nem fér ki. Mert jobban nem tudom kinyitni. Ó, ajándék. Ott egy kék sapkás, figyeled? Vagy nem biztos, mondjuk. Ó, egy üveg sör. Először körülnézünk mindenhol. Csak szar van benne? Szarjunk egyet, nem tarok. Nem sok minden van itt. Ajándék. Jaj, egy új hűtő, gyerekek. És üzemanyag van benne. Ez nagyon vicces, hogy üzemanyag van bennük. Ebben mi van? Ebben olaj van. De olajom azban van bőven. Üzemanyag. Ott mi az? Ez mi az? Jaj, azt hittem szamuráj kard. Viszont ezt beleöntöm a ladába.
Figyelek, hogy nem olyan valami tesók. De ahol nyitva is hagytam a tank sapkát. Ne! Ne! Nem mondod? Hallod? Szerintem még marha nagy szerencsém van, hogy nem robbantottam fel magam a francba. Na most volt ki a maradék, amikor sarkára tartottam. Menj a francba, gyerek! Hallod, Ferike most szerintem fordul a földre, hogy kilőttem a üzemanyag tartályt a kelembe testvére. Hát ilyen hülyét még, mint én, nem látott a földre. Hogy lehetek ilyen szerencsétlen? Kilövöm a kezemben lévő izét, benzintartály. Nem hiszem el, nem hiszem el. Itt lesz fönn a nagy biznisz, gyerekek, érzem. Jó, mi? Ó, visszapillantó tükör. Szánkó! Ott egy, mi az? Valami csoda? Ágy. Ennyi van itt? Nem örülök. Semmi üzemanyag? Nem, mint hogyha nem lett volna üzemanyag, mi? A hülye képer. Mi volt ebben? Mit néztünk? Vagy... Na, várjál. Olaj, nem kell nekem olaj. Üzé kellett volna, üzemanyag. Vagy pedig valami érdekes. Ez meg visszapillantó tukor, de ez se kell nekem. Szerintem. De ha hallod, ezt kilövöm a saját kezembe lévő. Megnézzük itt alul, nincs-e valami? Ó, oh, mi az? Egy ajtó, de az se nekem való. Ez valami Skoda vagy, nem tudom mi lehet. Ez mi? Ez valami lamp... Ja, ezek lámpák? Ja, ezt jó tudni, ezek lámpák. Ezek valami ködlámpák, vagy mi? Ez is lámpa, ilyen nem is volt. Jó, van hát... Ó, ó. Ó, ez viszont szerintem nekem való. Esélyes. Csomi fedél, nem nekem való? Mindjárt ledobom ide, azt megnézzük. Hát nem nekem való szerintem, de azért megpróbáljuk. És ne jöjjön semmi, mert akkor beszarik a kiper. Nem, ez nem nekem való lesz. Jaj, morére raktam! Nem működik ez valami trabié, vagy nem tudom mié. Ezt visszarakjuk, ezt a rozsdakupacot. Jó. Hát gyerekek, szerintem elbúcsúzok, ne legyen olyan marha hosszú ez a gameplay. Nem tudom, valamit állítok a beállításokat, nem tudom, hogy miért akadozik. Nem bírja a gép. Na, köszi szépen a figyelmet. Hát az azért meglepő volt ez az egész, amit történt. Jók legyetek, sziasztok!